Tisztelettel köszöntök mindenkit a ma esti webináron. A ma esti webinárunk a múlt hétnek szinte a folytatása lesz. Nagyon örülök, hogy ilyen sok ember kíváncsi a legfrissebb információkra, rövid tájékoztatása menetrendről. A ma esti webinárt Szergej Szibirjakov úr, a Skyway Capital igazgató tanácsának tagja fogja megtartani a legfrissebb információkkal. A információ után, illetve az előadása után válaszolni fog a feltett kérdésekre. Sajnos e-mailben összesen 3 kérdést kaptunk, tehát ezekre mindenféleképpen válasz lesz, de több érdeklődés nem volt. Reméljük itt az előadás folyamán több kérdés is fel fog merülni, melyeket tolmácsolni fogom, és ők meg fogják válaszolni. A menetrendje körülbelül úgy néz ki, hogy Szibirjakov úr néhány mondatot elmond, vagy egy komplett gondolatmenetet, amelyet utána én követő tolmácsolással lefordítok. Egyelőre még nem jelentek meg a Mirapolis Roomban, tehát várom, hogy megjelenjenek, addig is néhány aktuális információt elmondanék, amit persze ők is el fognak mondani. Megjelent a YouTube csatornán a Skyway Capital, sőt nem is a Skyway Capital, hanem a Skyway egyik YouTube csatornáján egy Periscope report, melyet Szibirjakov úr készített az Ekotechnoparkban Anatoly Junickijjal, illetve az ott tartózkodó szlovák delegációval. Ez a szlovák delegáció 5 főből állt, František Szolár a cseh és szlovák régió vezetője vezette, illetve üzletemberek voltak velük, akik a Skyway iránt érdeklődtek, mint technika, technológia, illetve befektetési lehetőség. Nagyon sok érdekes dolgot mondott el Junicki úr, és be is jelentette hivatalosan, hogy konkrét megállapodásra jutottak, és a szlovák befektetők összesen 5 millió dollárra kívánnak belépni, illetve 5 millió dollárt kívánnak befektetni a Skyway-be. Ezen kívül Junicki úr elmondta, hogy a héten Indiába utazik Viktor Baburinnal, aki az üzletfejlesztési vezérigazgató helyettes, és ott egy konkrét szerződést fognak aláírni az egyik indiai állam kormányzójával. Itt még csak hivatkoztak arra, hogy ha ilyen jól alakulnak az események, akkor a 8. fejlesztési fázis hamarosan le fog zárulni. Hát ehhez képest a tegnapi nap folyamán, illetve a mai nap folyamán be is jelentették, hogy február végével a 8. fázis lezárul, és a 9. fog megnyílni. Március 8-ával, tehát március 8-a lesz az első időpont, ahol már a 9. fejlesztési fázis és az arra érvényes diszkontok, illetve csomagok fognak működni. Erről részletes tájékoztatást február 18-án, szombaton, magyar idő szerint 10 órakor fognak adni az úgynevezett Skyway nemzetközi telehídon, mely ugyanilyen Mirapolis alkalmazásban van megvalósítva. A linkje megtalálható mind a Skyway Capital honlapján, mind a Skyway hírportálon, a Facebookon. Aki kíván csatlakozni, az ezen a linken tud bejelentkezni, és tudja hallgatni az előadást. Igaz, csak orosz nyelven lesz. A Skyway Capital igazgató tanácsának tagja, illetve maga az igazgató, Jevgenyi Kudrasov fogja a legfrissebb információkat elmondani, illetve beszámolót tartanak az elmúlt időszakról. Mi hangzott még el ebben a riportban? A mérnöki tervezőiroda jelenlegi állománya már 220 fő, ugye korábban 180 volt, tehát tovább bővültek, egyre nagyobb kapacitással dolgoznak. Tárgyalást folytatnak a Skyway-hez alkatrészek, részegységek gyártásáról Szlovákiában. Ott egy komoly beruházás történik 150 millió euróból, egy új gyár épül, ahol szó lehet arról, hogy a pályaszerkezethez fém tartó elemeket, illetve alkatrészeket
a kerékmotornak az alkatrészeit, illetve önmagában akár az egész kerékmotort is, illetve a unibuszok, unitrakkok felépítményének gyártását is meg lehet valósítani. Junicki úgy mondta, hogy ez az európai célprojektek megvalósításában lesz felhasználva. Elsődlegesen ez egy kicsit távolabbi dolog, de konkrét tárgyalások folynak. Ezen kívül tájékoztatta a beruházókat, befektetőket, hogy 2.550.000 eurót költöttek a minszki termelőzem kivásárlására. Ezt abból a célból tette, hogy tudják, hogy a pénzt mire költik, hogy beszámoljon róla. Ennek a jelenlegi termelőzemnek a maximális kapacitása körülbelül 100 unibusz lesz évente. Ez a kapacitás arra elég, hogy az első célprojekteket teljes mértékben kielégítse. Az Ecofesten a unibuszon, a unibike-on és a unitrackon kívül még három járművet, gördőállományt fognak bemutatni, de ez egyelőre még titok és meglepetés, de konkrétan ezt megígérte, hogy addigra biztosan el fognak készülni, és nagy meglepetést fog okozni. Illetve arról tájékoztatott még, hogy az osztrák kancellár, vagy az államfő, és mivel ő a zöld párthoz tartozik, rendkívül érdeklődik a... Elnézést, egy pillanat, közben megérkezett Szibíriakov úr, és megadom neki mindjárt a lehetőséget. Tehát nagyon érdeklődik a projekt iránt, és a Skyway-nél készülnek arra, hogy egy prezentációt, egy bemutatót tartanak neki. És akkor köszöntöm Szergej Szibíriakov urat, át is adom neki a szót. Szergej Anatolievics, szlóval van. Мы как договаривались, да, что у нас сейчас вебинар, я говорю, ты переводишь. Так, в таком режиме, да, сейчас работаем? Угу. Вот, и отрабатываем как раз сейчас механизм, как потом будем транслировать это сразу на несколько языков, правильно, да? Да. Сейчас тогда расскажу. Tehát megegyeztünk abban, amiről már tájékoztatót adtam, hogy követéses tolmácsolás lesz, tehát ő elmond egy gondolatmenetet, blokkot, és azt én le fogom fordítani. Illetve egy mai egészen friss újdonság az, hogy a Skyway Capitalnél arra készülnek, hogy a szerdai webinárokat egyesítik, és több nyelven kerül majd szinkron tolmácsolásra, így mindenki az adott nyelven a legfrissebb információkat fogja megkapni. Az első ilyen kísérleti webinár jövő héten, szerdán 19 órakor lesz, tehát nem 20 órakor, hanem 19 órakor, és ennek a linkjét majd, illetve elérhetőségét megosztjuk. Dávám szóba. Так, добрый вечер, друзья. Добрый вечер, партнеры, коллеги. Те, кто интересуется и входит в проект Skyway. Jó estét kívánok, barátaim, kollégák, partnerek és mindenkinek, aki érdeklődik a Skyway iránt. Мы с Алексеем Суходоевым провели сегодня уже 4 вебинара для русскоязычной аудитории. У нас на последнем вебинаре, который закончился час назад, было больше 400 человек в комнате и около 1000 человек в перископе, в прямом эфире онлайн. Алексей Суходоев, ура, мы уже 4 вебинара тартут, так о легутобе. Вебинар egy órával ezelőtt fejeződött be, ahol több mint 400 közvetlen résztvevő volt, és a periszkopon keresztül több mint 1000-en követték figyelemmel az élőadást. Как коллега Стерчаба уже сказал, что со следующей недели в 21:00 по Москве, в 19:00 по вашему европейскому времени мы будем вести теперь общий вебинар для всех партнеров с переводом на следующей неделе на 5 языках, а потом будем расширять количество стран и участников в нашей встрече.
Просто поправляю вас, разница 2 часа, то есть в 19.00 по среднеевропейскому. Да, в 19 по среднеевропейскому, да-да-да. Нет, 19 по среднеевропейскому, то это 21 у нас по Москве, я вот что понимаю. Mint ahogy Csaba már tájékoztatta önöket, a jövő héten lesz az első olyan kísérleti webinár, ahol egyszerre 5 nyelven fogják szinkronba tolmácsolni a webinárt, melyet én, illetve Alexei Szolodójev úr fog tartani, és a későbbiekben reméljük ez egy rendszeres rendezvény lesz. Мы это будем вести каждую среду. Для русскоязычного у нас эта традиция уже длится 3 года, не изменяясь никогда. Вот теперь мы будем такую же практику вводить для всех наших партнеров, вне зависимости от той страны, в которой вы живете. Az orosz nyelvű befektetők, illetve partnerek számára már 3 éve tartjuk ezeket a webinárokat szerdánként. Most ezt szeretnénk a nemzetközi közösség számára kiszélesíteni és több nyelven elérhetővé tenni. Вводную часть, то есть основы технологии Skyway о проекте, мы уже вести не будем. Это будут вести наши коллеги, вот мистер Чаба, там еще у вас есть кто. Рассказывают. Мы будем обсуждать и доводить последние новости и то, чем живет сегодня проект Skyway. Bevezető előadást már nem fogunk tartani, ezen már túlléptünk, ezt majd mindig az adott nyelven a saját előadók fogják megtartani, mint például Csaba magyar nyelven. Mi már csak az aktuális információkat és a legfrissebb híreket fogjuk megosztani, megbeszélni. Чаба, а сейчас на вебинаре новичков много, те, которые первый раз зашли, и те, кто вообще ничего не знает о проекте? Тогда зададим вопрос. Есть у вас такая форма, что пускай поставит единичку, кто первый раз на вебинаре? Просто известно, кто сегодня новичок, кто не новичок. Сибирь Яковара кери о közönséget, hogy aki először hall a Skyway-ről, és először kap információt erről, az egy egyest írjon be a chatbe, legyen szíves. Так, то есть в чате, что если кто-то первый раз... Ага, ну как минимум один есть. Это как минимум. Я должен признаться вам, что первый раз вы собрали столько людей у нас. Так, вот там все реку выдают, это за еще вещь, что деньги не сидят, это вебинар. Ну, все-таки на наших российских вебинарах, я говорю, у нас по 400, по 500 человек, поэтому как бы разница пока есть, но думаю, что очень быстро мы наберем количество партнеров, и такие же будут у нас вебинары на венгерском, как и на русском, с таким же количеством. Mivel már ugye régebbi a gyakorlat az orosz nyelvű webinárokon, ott már, mint ahogy mondtam, 400-500 ember is összegyűlik egy-egy ilyen előadáson. Mivel kibővítjük ezeket a nemzetközi közösség számára, és magyar nyelven is elérhető lesz, reméljük, hogy ebből a térségből is, illetve magyar nyelven is egyre többen fognak becsatlakozni majd. Хотя 80 человек, которые сейчас в комнате, это уже такое хорошее количество, потому что 3 года назад, когда с Анатолием Дарчем Юницким мы проводили первый вебинар, у нас было 23 человека. То есть это, с этого все началось. А то есть слышали, что за результаты это за 80 фей, шмар азерт, сейп сам, ugyanis 3 года назад, amikor Анатолий Юницкий elkezdtük a вебинарокат, az első вебинарон 23 фей volt. Поэтому, так как новички все-таки есть, поэтому я коротко расскажу о самой технологии, но очень-очень тезисно, буквально за 2-3 минуты. Все остальное вы будете уже слушать от ваших коллег, которые ведут презентацию Skyway. Figyelembe véve, hogy vannak újak is, akik először hallnak a Skyway-ről, körülbelül 2-3 percben nagyon röviden és tömören a technológiáról is beszélnék, és utána már csak az aktuális információról. Я как раз только сегодня утром вернулся с Минска, там, где находится конструкторское бюро и опытное производство. Csak ma reggel tértem vissza Minskből a mérnöki tervezőirodából. Поэтому у меня сейчас последние и впечатления, и новости, которые происходят в проекте.
Ezért a lehető legfrissebb információkkal és tudással rendelkezem a projektről. Мы там вчера и позавчера презентовали проект вашим коллегам из Словакии. Это František Solar, это Юрий Сницкий и коллеги, которые приезжали из Словакии, которые являются руководителями крупных структур, которые инвестируют очень существенные средства каждый месяц. Az Ekotechnoparkban, mint ahogy említettem is, ami riport megjelent, tájékoztatót és bemutatót tartottak a szlovák kollégáknak, a delegációt František Solar vezette, Juri Sinyszki úr, remélem jól mondom a nevét is, ott volt, illetve olyan nagy befektetők, akik egészen nagyméretű és nagy volumenű befektetések mögött állnak, illetve ezeket szervezik. Мы показали, на каком этапе сегодня находится строительство на самой, в самом экотехнопарке, где строятся 4 линии Skyway. Bemutattuk nekik, hogy az Ekotechnoparkban jelenleg milyen fázisban található az építkezés, ahol 4 pályaszakasz kerül megépítésre. Мы побывали на опытном производстве на заводе, который сейчас уже перешел в собственность проект компании Skyway. Meglátogattuk a kísérleti termelőüzemet, amely, mint ahogy említettem, is kivásárlásra került, és most már a Skyway saját tulajdona. Который сейчас модернизируется под выпуск уже серийных машин, которые летом этого года уже пойдут в первые адресные проекты. Jelenleg a termelőüzemnek a modernizálása, korszerűsítése folyik. Ahol azt készítik elő, hogy már széria gyártásban tudják előállítani azokat a gördülő állományokat, eszközöket, melyek az első célprojektekre fognak eljutatni. Так, Чаба, еще такой вопрос. А Алексей-то у нас появился Суходоев? Он здесь, нет? Я не видел его. Я не видел его. Сейчас проверю еще. Сейчас проверю еще. И может написать, потому что если он здесь, то как раз по такую презентацию слайды он бы показал, мы просто не договорились. Но это не суть важно, сейчас самое главное, это те последние новости, которые в проекте, поэтому я думаю, что нам этих новостей хватит выше крыши. Вот. То есть мы показали, да, про производство, которое сейчас есть, и посетили офисное здание, где сидит уже конструкторское бюро. Сегодня это 220 работающих конструкторов. Алексей Суходоев, kerestük még itt a Mirapolisban, de még egyelőre nem kapcsolódott be, ugyanis erről neki lett volna egy nagyon rövid kis bemutatója. Ha megjelenik, akkor majd bekapcsoljuk őt is. Illetve ezen a Ekotechnoparkos látogatáson kívül meglátom, illetve a termelőüzemen kívül meglátogatták magát a tervező irodát is, annak elhelyezését, ahol, mint ahogy említése került, már 220 mérnök dolgozik. Все произвело очень серьезное впечатление на наших партнеров, на наших и ваших совместных партнеров. Nagyon komoly benyomást keltett a látogatókban az ott látottak, akik ugye a projekten belül az önök kollégái is. И мы совместно договорились и взяли на себя взаимные обязательства, то есть структуры, и, которые сейчас создают, и с которыми работает и František, и Юра, они прогарантировали, что за ближайший месяц они удвоят объем привлекаемых инвестиций, а это сегодня лидеры вообще по работе в Skyway. Tárgyalásokat folytattunk, és kölcsönösen kötelezettségeket vállaltunk. Ezen belül Solar úrék, illetve Sinyszki úrék vállalták azt, hogy az elkövetkező időszakban meg fogják duplázni a forgalmat, hogy ezzel is támogassák a Skyway-t. Поэтому для тех, кто только услышал о проекте, сейчас
того, то, что я сказал и показал, становится понятным, что мы научный инновационный венчурный проект, который сейчас уже ведет строительство демонстрационных участков непосредственно в экотехнопарке, идет изготовление машин различного класса на заводе, и работает большая группа профессиональных конструкторов, которые создают документацию и чертежи. A projekt ugye egyre nagyobb fordulatot vesz föl, folyik az építkezés az ekotechnoparkban, folyik a termelés, most már a széria gyártás előkészítése a kísérleti termelőüzemben, megnövelték a mérnöki állományt, egyre nagyobb erőt tudnak bevonni az új tervezőmunkákba, illetve a szükséges munkálatokba, tehát a projekt teljes gőzerővel működik. Теперь из ближайших планов, которые тоже, думаю, будут очень интересны для тех, кто уже партнер и тех, кто собирается стать партнером Skyway. Néhány gondolat a legfrissebb, pontosabban a legközelebbi jövőről, mely előttünk áll, ami gondolom mind a jelenlegi partnereknek és a leendő partnereknek is nagyon érdekes lesz. На следующей неделе руководитель проекта, генеральный конструктор и автор струнных технологий инженер Юницкий вместе с Виктором Бабуриным, заместителем, летят в Индию. A jövő héten Junicki úr, aki ugye a főkonstruktőr, a technika megálmodója és megalkotója, illetve a fejlesztési vezérigazgató helyettes a Viktor Baburin úr Indiába repülnek. Для подписания первых договоров с губернаторами рядом штатов Индии на конкретные адресные проекты. Ahol konkrét célprojektekről fognak szerződést aláírni az érintett államok, tehát nem csak egy, hanem több állam kormányzójával. Это будет начало нового этапа вообще в развитии проекта Skyway, потому что до сих пор основным заказчиком и инвестором были экотехнопарка, были мы с вами, то есть небольшие, не крупные инвесторы. Ez egy új szakasz a Skyway projekt életében, hiszen a megrendelők eddig mi voltunk, befektetők az ekotechnoparkkal kapcsolatban, tehát mi rendeltük meg ezt a munkát, mint befektetők. Ez egy új projekt lesz, mint ahogy elhangzott, célprojekt, és ők lesznek a megrendelői. Это как раз демонстрация того, что технология уже подходит к практическому внедрению, и вот этот этап подготовительной капитализации, он уже практически пройден, и сегодня мы вас приглашаем уже в оформившийся, сформированный, имеющий очень серьезные результаты венчурный проект. Ez a lépés is azt mutatja, hogy a projekt egy következő fázisba lépett, ez már a gyakorlati bevezetés, gyakorlati megvalósulásnak a szakasza, és a kockázati szakaszból gyakorlatilag kezdünk kilépni, és a konkrét megvalósítások állnak előttünk. Но тем не менее, за счет венчурных премий, которые заложены сегодня в дискаунты, это мы считаем очень привлекательный и перспективный проект, когда придет заказчики и будут покупать технологию, строить адресные проекты. De a kockázati jutalom, a diszkont, úgy gondoljuk továbbra is egy nagyon komoly vonzerő. Ez ugye tudjuk, hogy a fejlesztési szakaszokkal változik. Nagyon reméljük, hogy ez is kedvet fog előhívni a leendő befektetőknél, hogy minél szélesebb körben fektessenek be a Skyway-be. Развитие проекта с самого начала было разбито на 15 этапов. Начало этапа это 3 года назад, когда начали привлекаться первые инвестиции. И последний 15 этап, он рассчитан на то, что проект выходит на самофинансирование, и он живет за счет тех средств, которые идут с адресных проектов. 3 évvel ezelőtt került megtervezésre a 15 szakaszból álló fejlesztési fázis.
Az első volt az a szakasz, amikor ugye elkezdtük a befektetések bevonását, és a 15. az utolsó fázis az a szakasz, amikor a projektnek önellátónak kell lenni, tehát a saját maga által megtermelt javakból fent tudja a projektet, illetve a termelést tartani. Каждая смена этапа для нас сопровождается смена дисконта, то есть уменьшение венчурных премий за вход в проект. Это связано с тем, что уменьшаются риски, уменьшается венчурность. Ahogy változnak a fejlesztési fázisok, úgy változik a diszkont is, mivel egyre közelebb vagyunk a gyakorlati megvalósításhoz, ezért egyre kisebb a kockázat, és ezért a kedvezmények is egyre alacsonyabbak. Для нас каждая смена этапа – это очень важное событие. Это значит, выполнен предыдущий этап и ответственность за то, что надо выполнить работу в следующем этапе. Потому что останавливаться нельзя ни на шаг, иначе это гибель проекта. Minden egyes fázisváltás számunkra egy nagyon fontos esemény, már csak azért is, mert a folyamatos fejlődést és az előrehaladást fent kell tartani, mert hogyha megállnánk, akkor az a projekt végét jelenteni. Смена определяется не какими-то датами в календаре, а объемом выполненных работ и объемом прихода инвестиций. A fázisváltások időpontjai nem naptárba lett előre meghatározva, hanem a bevont befektetések mértékétől, illetve az elvégzett munkák mennyiségétől és minőségétől függ. И вот у нас 8 марта, то есть меньше чем через месяц, идет такая очередная смена дисконта, переход на новый этап. Это значит, что венчурные премии будут существенно снижены. És március 8-án megkezdődik a 9. fejlesztési szakasz, ezzel változni fognak ugye a diszkontok, kisebb lesz a kockázati tényező, és ezért kisebbek lesznek a kedvezmények is a befektetéseknél. Но тем не менее, друзья, я могу сказать, что те премии, которые стоят и которые будут еще на ближайших этапах, делают проект крайне очень привлекательным с точки зрения инвестиций как венчурный проект, как высокодоходный, инновационный. Ugyanakkor szeretném kijelenteni azt, hogy ezek a diszkontok még mindig rendkívül kedvezőek, figyelembe véve, hogy azért még mindig van kockázati tényező. Ennek ellenére ezek rendkívül jövedelmező, illetve nagy megtérüléssel kecsegtető projekt. Я, друзья, помню еще, когда были дисконты на один инвестируемый доллар по 2500, по 3000. Сегодня дисконты уже идут в пределах 1 к 200, 1 к 300, в зависимости от пакета, в который вы инвестируете. Még mindig emlékszem arra az indulási szakaszra, amikor a diszkontok 1 a 2500, vagy 1 a 3000-hez voltak. Ma már ugye a csomagoktól, illetve a megvásárolt lehetőségtől függően ma már 1 a 200-hoz, 1 a 300-nál tartanak a diszkontok. Вся подробная информация, все разъяснения есть на сайте, в том числе и на венгерском языке, и вся будет в личных кабинетах, которую вы можете очень внимательно ознакомиться и внимательно изучить. Az ezzel kapcsolatos összes információt a Skyway Capital honlapján, illetve a webirodában elérhetik, elolvashatják, megtekinthetik, és hamarosan az összes dokumentum is magyar nyelven elérhető lesz. Ugye a honlap az maga már magyar nyelven működik. Так, сейчас, секундочку, я тут... Поэтому сегодня очень такой хороший этап, то есть вот этот месяц для тех, кто только подключается, очень плодотворный, когда можно и получить информацию, и войти в проект еще по довольно-таки высоким премиям, которые сегодня не гарантируются, а которые сегодня закладывает компания, давая такие дисконты по пакетам.
Úgy gondolom, ez a szakasz rendkívül érdekes és rendkívül kedvező még mindig. Azok, akik most ismerkednek meg vele, illetve most szeretnének befektetni, belépni, még mindig rendkívül kedvező ez a fejlesztési szakasz, és mint ahogy mondtam, nagy megtérülési lehetőség van benne. Хотя, еще раз оговорюсь, что, или еще раз повторю, что даже те дисконты, которые сегодня уменьшающие, они все равно очень высокие, очень привлекательные с той точки зрения, что риск сегодня несоизмерим, который был 3 года назад, а премии и дисконты довольно-таки высокие. Annak ellenére, hogy a diszkontok ugye egyre kedvezőtlenebbek, hogy így mondjam rossz nyelven, Нет, я просто потерял смысл, но я вспомню. Tehát a diszkontok ugye egyre kedvezőtlenebbek, ennek ellenére én úgy gondolom, hogy mivel a mai nap a kockázat összesen hasonlítható a 3 évvel ezelőttivel, amikor elindítottuk a projektet, még mindig rendkívül kedvezőek ezek a diszkontok. Так, пока все понятно, нет проблем, то есть идем дальше. Да. Все отлично. Если есть какие-то там пожелания или что, сразу же обратную связь, я буду менять там или медленнее, или быстрее, там, ну как в зависимости от этого. То есть мы должны сейчас отладиться, чтобы дальше это у нас работало как часы. Mivel ez egy viszonylag kísérleti előadás, ezért természetesen várom a visszajelzést, hogy ha esetleg másra van igény, akkor a témát valamiben tudjuk változtatni, esetleg kitérőt tegyünk. Теперь, друзья, вот то, что я сегодня озвучивал на наших вебинарах для российских партнеров, это основные, скажем так, те новости или события, которые произошли в проекте вот прям буквально на этой неделе. A mai webináron az orosz nyelvű hallgatóságnak a következő legfrissebb információkat mondtam el. Во вторник, в понедельник, да, во вторник, позавчера, в понедельник, мы получили от распоряжение от президента Беларуси Лукашенко о выделении 16 километров длиной и 100 метров шириной участок земли для того, чтобы строить 17 километров дороги, для того, чтобы показать скорость 500 километров в час. Это можно сделать только на длинном 17-километровом участке. A hétfői napon a Belarus köztársaság elnökétől, Lukasenko úrtól megkaptuk az engedélyt, illetve megkaptuk azt a földterületet, mely a nagysebességű szállítás megépítéséhez szükséges. Ez egy 16 km hosszú, 100 méter széles földterület. Ugye megfelelő távolság kell ahhoz, hogy az 500 km-es sebességet a szerelvények elérjék. Причем местные власти, ну как сказать, районные, как у вас это будет, ну в общем, местный исполком, местная власть сначала отказали в выделении земли, сославшись на то, что мы сомнительный проект, но после обращения Юницкого к президенту Лукашенко они очень быстро задним числом выделили нам землю. Annak ellenére, hogy először a helyi hatóságok ellenkeztek, illetve nem engedélyezték a földterület bérbeadását, miután Junicki úr személyesen az elnök úrhoz fordult, a helyi hatóságok visszamenőlegesen aláírták és engedélyezték a földterület használatát. Российские партнеры не могут зайти в комнату, хотели бы это. Я сейчас одну секундочку ссылку им кину, ладно? Хорошо. Egy pillanat türelmet kérünk technikai hiba miatt. Да, прям буквально скопирую. Так, Андрей, войди мне в этот самый в Skype сейчас. Это я тебе скину ссылку на комнату, которая есть, потому что та ссылка, которая была, она видно или старая, или нерабочая. В Skype не войди, я тебе сейчас перекину ссылку. Ага. Вот по этой ссылке. Если по этой не получится, то... Сейчас, секунду.
А, нет, все правильная ссылка, да, по этой. Все, по этой ссылке должно войти. Так. Все, извиняюсь, друзья, просто это, у меня параллельно перископы, и люди пишут, что не могут войти в комнату, потому что ссылка нерабочая, которая у них есть. Elnézést kért, hölgyek, urak, kis technikai szünetért a periszkóppal volt némi gond. Вот, поэтому сегодня с выделением этой земли это означает, что к экофесту, который будет у нас в конце июня, где мы соберем всех партнеров, мы покажем уже готовый километр сегодня трассы, мы покажем 4 вида юнибусов и покажем уже начало строительства 17-километрового участка, который позволит уже развивать высокие декларируемые скорости. És azzal, hogy ezt a földterületet megkapta a Skyway projekt, a június végén rendezésre kerülő EcoFest fesztiválra már teljes mértékben meg fog épülni az egy kilométeres nagysebességű szakasz, el fog kezdődni a további, már említett 16 kilométeren az építkezés, négy különböző típusú unibusz fog bemutatásra kerülni, és még nagyon sok más érdekes. Вот. И, конечно, друзья, сразу анонсируя это событие, то есть наш экофестиваль, который будет, дата определится завтра, либо 17 июня, либо 24 июня, завтра мы точно назовем дату проведения экофестиваля. Ez egy előzetes bejelentés, a holnapi nap fog eldöntése kerülni, hogy június 17-én vagy június 24-én kerül megrendezésre az EcoFest Fesztivál. Ezt mindenféleképpen publikusan is be fogjuk jelenteni. Это будет, конечно, грандиозная демонстрация технологии. Ez egy nagy volumenű rendkívüli rendezvény lesz. Мы покажем 4 разных путевых структур. Négy különböző pályaszakasz kerül bemutatásra. Это легкая городская система Unibike. A könnyű városi szakasz a Unibike-a. Это городской юнибус в качестве городского лифта, который будет быстро перевозить пассажиров на любое расстояние и очень дешево. A városi unibusz, mint egy városi lift, amely nagy sebességgel embereket tud továbbítani egyik pontból a másikba. Мы покажем шестиместный юнибус, это аналог сегодня семейного микроавтобуса. Hét személyes юнибус kerül bemutatásra, ami a mai mikrobuszoknak az analógja, tehát a megfelelő típusa. Мы покажем 24-местный юнибус, это уже, скажем так, городской автобус или трамвай. Bemutatásra kerül 24 fős юнибус, ami egy városi busznak, illetve villamosnak felel meg. И покажем уже грузовой юнитрак, который будет возить сыпучие грузы, которые сегодня крайне востребованы заказчиком. És bemutatásra fog kerülni a teherszállító Unitruck, amelynek a rendeltetése az ömlesztett áru szállítása lesz. Ez az egyik legjobban keresett Unitruck termék, melye a világon azonnal kellene. И все, кто приедет в Марьину горку в Белоруссию, они это увидят все своими глазами. És aki személyesen el fogja látogatni Marina Gorkába, tehát ahol az Ekotechnopark található, saját szemével tud majd meggyőződni erről. Я абсолютно уверен, что к этому времени у нас будут заключены уже не один и не два конкретных проект, договора на адресные проекты в разных странах мира. És úgy gondolom, hogy erre az időpontra már nem csak egy-két célprojekt kerül aláírásra, hanem ennél jóval több konkrét szerződésünk lesz majd. И для тех, кто уже в проекте не один день, много задают вопросов по поводу следующей смены дисконтов, не исключено, что до фестиваля у нас произойдет еще одна смена уже этапа.
Nagyon sokszor meg szokták kérdezni az aktív hálózati tagok, hogy ugye fő kérdés, hogy mikor van fejlesztési fázisváltás, szkontváltás. Szeretném kijelenteni azt, hogy prognosztizálom, hogy az Ecofest fesztiválig még egy fázisváltás meg fog történni. Это вот на каком этапе мы сейчас находимся. И еще я хочу добавить именно с точки зрения характеристики технологию, которую тоже вы все увидите в июне на экофестивале. Ezek a legfrissebb információk a napjainkban történő események, illetve a közeljövő eseményei, illetve arról a technikáról szeretnék még beszélni, mely bemutatásra fog kerülni a fesztiválon. Сегодня при анализе технологии или тем, когда мы рассказываем о технологии, мало кто на это акцентирует внимание. Не совсем понял. Ну, сегодня, когда вы или мы презентуете технологию Skyway, на это мало кто сегодня акцентирует внимание или мало кто об этом говорит, обращает внимание. Tehát azok a bemutatók, melyek napjainkban megtörténnek, mint amiket mi is szoktunk tartani, elég kevés figyelmet keltenek föl, nem túl nagy számban vesznek részt rajta emberek. Я уже не говорю о том, что технология Skyway, то есть транспорт второго уровня, будет абсолютно безопасной и не будут гибнуть те миллионы людей, которые сегодня убивают автомобиль. Annak ellenére nem is akarnám különösen megemlíteni, hogy ez a második szinten fog történni, ez a közlekedés, amely rendkívül sok balesetet fog megakadályozni, és rengeteg halálos balesetet fog megelőzni. Для нас это уже само собой, разумеется, для нас это уже свершившийся факт. Számunkra, akik ismerik a technológiát, ez már egy önmagától értetődő tény. Так вот, друзья, я акцентирую внимание на том, что транспорт Skyway, технология Skyway, не будет потреблять ни одного литра бензина. Arra szeretném a figyelmet összpontosítani, hogy a Skyway технология egyetlen egy liter üzemanyagot sem fog felhasználni az üzemeléshez. А будет не просто потреблять электрическую энергию, а еще ее вырабатывать с избытком, которую будет отдавать потребителям. És maga a technológia nem csak elektromos, villamos energia fogyasztó lesz, hanem termelni is fog, melyet aztán tovább lehet majd adni. Как вы себе можете сегодня представить трамвай или троллейбус, который не потребляет электрическую энергию, а наоборот ее отдает в сеть? Azt hiszem, ez egy elképzelhetetlen dolog, hogy egy villamos vagy egy trolibusz nem áramfogyasztó, hanem áramtermelő legyen. Причем даже назову такую цифру, которую озвучил генеральный конструктор инженер Юницкий. És egy konkrét számot is ezzel kapcsolatban megneveznék, melyet maga Anatoly Юницкий főkonstruktőr nevezett meg. Трасса Skyway будет вырабатывать энергии для перевозки грузов и пассажиров, надо которой пятую часть, то есть 20%. Понятно, да? Да. Ага. A Skyway pályaszakasz, tehát egy megépített komplet pályaszakasz, annyi energiát fog termelni, hogy ennek csak a 20%-a kerül majd az üzemeltetésre. Tehát arra fogják majd csak fordítani. A fennmaradó 80% szabad. И после этого я задаю вопрос, есть ли у такой системы или у такого транспорта сегодня конкуренция? Ilyenkor mindig meg szoktam azt kérdezni, hogy van-e egyáltalán konkurens technológia, amelyik ilyet tudna? Это все равно, что задавать вопрос. Сегодняшний смартфон является конкурентом телефону, где был дисковый набор? Hát ez körülbelül egy olyan összehasonlítás, mint egy mai okostelefon és a régi tárcsás asztali telefon. Ну вот, друзья, если коротко по тем событиям и то, что сегодня вот я бы хотел для нашего такого уже регулярного вебинара сказать. Ezek lennének azok a rövid, tömör, alapvető információk, melyek a legaktuálisabbak, melyeket ma szerettem volna elmondani önöknek. Вот. Со следующей недели мы будем с Алексеем Суходоевым уже периодически вести эти вебинары и доводить такую информацию.
Ну, а наши вот партнеры, мистер Чаба, он будет уже и комментировать, и дополнять, и дальше работать уже непосредственно с вами по проекту Skyway. És a jövő héttől kezdve Alexej Szolodujov úrral együtt közösen fogjuk tartani azokat a webinárokat, melyek több nyelven kerülnek majd szinkrontolmácsolásra, és az adott nyelveken tartott webinárokon ezekhez már csak kiegészítést kell majd hozzátenni. На наших российских вебинарах у нас обязательно еще есть вопросы-ответы. Я думаю, что мы тоже введем такую практику, что вы можете писать вопросы, мистер Чаб будет мне их озвучивать, я буду на них отвечать. То есть задача, чтобы вы, уходя с вебинара, у вас не было никаких вопросов и никаких непонятностей. Ezeknek a webinároknak az a rendje, hogy kérdésfelelek rész is van a végén, tehát önök minden olyan kérdést feltehetnek, amely önök számára vagy nem egyértelmű, vagy nem érthető, és mindenféleképpen azt szeretnénk, hogy ezekre a kérdésekre megválaszolva, teljes nyugodtsággal, illetve teljes információval távozzanak a webináról. Вот, я очень рад, что вы сегодня уделили время и нашли в себе там и силы для того, чтобы инвестировать уже хотя бы свое время в наш проект. Nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek a mai webinárra. Ezt is mint egy befektetésnek tekintem, hogy az önök saját idejét befektették, és figyelmet fordítottak arra, hogy részt vegyenek ezen a webináron. И я думаю, что мы не раз еще с вами встретимся и на вебинарах, и на офлайн-конференциях, ну и, конечно, в июне на Экофесте в Мариной Горке. És úgy gondolom, hogy innentől kezdve többször is fogunk találkozni, mind az online rendezvényeken, mind az élő előadásokon, és természetesen a júniusi Ecofest fesztiválon is. Чаб, тогда, я думаю, на сегодня хватит, да, вопросов уже не будем, а со следующей недели тогда уже начнем со среды так более подробно и более четко там по тем вопросам, которые связаны с проектом Skyway, хорошо? Понял. Tehát ma elnézéseket kérek, de akkor nem válaszolni kérdésekre, és a jövő héttől kezdve minden kérdés megválaszolásra fog kerülni. Ну все, друзья, спасибо за внимание. Строй Skyway, спасай планету. Чаба, как это будет по-венгерски? Építsd a Skyway-t, mentsd meg a bolygót. Отлично, спасибо, спасибо за внимание. Köszönöm a figyelmet, és építsd a Skyway-t, mentsd meg a bolygót. Мирно говорит, да, я это отлично. У нас Леша полиглот, а я, так сказать, очень тяжело запоминаю. Все, спасибо, друзья, за внимание. До встречи. Köszönjük szépen Szergej Szibirjakovnak a mai előadást. Hát végül is nem lett kérdés felelek, de a jövő héttől ezt mindenféleképpen megígérte. Várhatóan érdekes webinár lesz, mivel nem csak a magyar nyelvű hallgatóság, hanem, mint ahogy elhangzott, öt nyelven fog történni a tolmácsolás, tehát egy nagyon széleskörű hallgatói közönségnek lesz lehetősége arra, hogy a legfrissebb eseményeket figyelemmel kövesse, és kérdéseket tegyenek föl az előadóknak. Nagyon szépen köszönöm én is a figyelmet mindenkinek, a részvételt is. Tényleg rekordot döntöttünk, ennyi ember még nem vett részt a webináron, és reméljük ez a szám csak egyre több lesz a webinárok aktualitására való tekintettel. Köszönöm szépen még egyszer a részvételt, a figyelmet, és szép estét mindenkinek!